Mikás próféta könyvének 7. részének 7. versében így szól hozzánk Isten írott igéje. Jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Alattomban minnyájan vért untanak, hálóval vadásznak egymásra. Jól használják kezüket, de a rosszra. A vezető ember követelőzik, a bíró fizetségre vár, a főrangú ember kimondja, mit kíván, de csak csűrik, csavarják az ügyeket. Aki a legjobb köztük, az is olyan, mint a tüskebokor. A legbecsületesebb is olyan, mint a tövisbokor. De eljön még számodra az ítélet napja, amelyet őrállóit láttak. Akkor lesz majd zűrzavar. Ne higgyetek a barátnak. Ne bízatok a jó ismerősben. Még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan bánik apjával, a lány anyja ellen támad, a menny az anyjósa ellen, az embernek saját háza népe is az ellensége. De én az Urat várom, szabadító Istenemben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Eddig Isten írott igéje az Ószövetségből. Máté evangéliuma 21. részének 18. versétől így szól hozzánk Isten írott igéje az Új Szövetségből. Amikor Jézus korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé. És azonnal elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték, hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa? Jézus így válaszolt nekik, bizony, mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Ezek az evangélium szavai. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, ez egy nagyon furcsa történet az Úr Jézusról. Igazából a nagy héten történt ez meg, talán nagy hétfőn, tehát virágvasárnap után. Nem most kellene nekem erről beszélnem, hanem majd virágvasárnap utáni hétfőn, de ugye nagy héten annyi mindenről kell beszélni, hogy nem mindig fér bele oda. Ezért hoztam ma ide, hogy erről is beszéljünk egyszer. Hogy az ilyen gyerekes történetnek tűnik, hogy az Úr Jézus reggel, kora reggel, amikor éppen Jeruzsálembe készül, megéhezik, oda megy egy fügefához, nem talál rajta semmit, csak levelet, és elátkozza ott helybe. Hát nem így ismerik az Úr Jézust. Ez olyan furcsa. Miért csinál ilyet? Hogy duzzogott? Hogy rosszul érezte magát? Szegény fa mit tehet róla,
hogy még nem volt rajta a gyümölcsnek a kezdetese. Az első zsengéje sem volt még meg neki. Mit tehet erről? Miért kell ezért egy fát elátkozni? Aztán meg ráadásul, amikor ugye még a tanítványok is csodálkoznak, hogy mi ez az egész, azt mondja, hogy ti ennél nagyobb dolgokat is tudtok tenni, de igazából nem ők tudják ezeket megtenni, de ha imádságban elkérnek dolgokat, akkor Isten azokat is fogja megadni, de ezek nagyobb dolgok, mint egy fügefának az elátkozása. Hát, mit mondjon az ember ilyen történetről? Nem tud az ember erről semmit sem mondani, ha nem ismeri az Ószövetséget. Ezért olvastam fel Mikeás próféta könyvéből ezt a nagyon furcsa szakaszt, aminek az első mondata egy kicsit úgy lehet, mint az Úr Jézus gondolata, amikor találkozik azzal a fügefával, és nincs rajta semmi. Mert most ugye itt Mikeás próféta könyvében, a próféta mondja ezeket a szavakat természetesen, de Isten gondolatait tolmácsolja a próféta. És tényleg, mintha az Úr Jézus gondolatait hallanánk meg. Jaj nekem, mert úgy jártam, mint amikor valaki gyümölcsöt akar szedni, de nincs ehető semmi. Korai füge sem, amire vágyultam. Hát az lehetne az Úr Jézusnak a gondolata. Még korai füge sincs a fán, de éhes vagyok, szeretnék valamit enni, de a fügének az első zsengéje sincs meg. Mert ugye a füge nem áprilisba érik, vagy év elején, tavasszal, amikor ugye a húsvétot megtartjuk, amikor a nagy hét van, de az első zsengéjét talán meg lehetne nézni. Látni, valami gyümölcs, nem csak levél van rajta, valami gyümölcs kezdemény már van a fán, amit akár meg lehet tenni, nem nagy falat, de hát jobb, mint a semmi. Nos, tudni kell, hogy az első zsenge az Ószövetségben mindig az Úré. Hát egy fügefán hogy lehet megállapítani, hogy mi volt az első zsenge, mi az első gyümölcs? Hát volt egy szokás a zsidók között, hogy már tavasszal oda mentek a fügefához megnézni, hogy érik-e már egy picit a füge. Lehet-e már tudni, hogy hol lesznek az első gyümölcsök? Ha megtalálom az első zsengét, akkor oda kötök egy masznit. Hogy én tudom, hogy ezek az első gyümölcsök, és majd a pünkösd alkalmával, valahol pünkösd után ezeket az első gyümölcsöket oda kell vinni a templomhoz, oda kell adni a papnak, mert ezek az úré, ezek az első gyümölcsök. És amikor a zsidó ember az Úrhoz vitte ezeket a gyümölcsöket, akkor neki egyfajta hitvallást kellett elmondani. Azt kellett neki elmondani, hogy az ősapám csak egy bolyongó ember volt. Ugye Ábrahám, aki keresztül kassul ment az ígéret földjén, de nem kapott belőle semmit. Ő csak megnézte. Aztán az ő utódai Egyiptomba kerültek, fogságban. Aztán Isten hozta el az ő népét onnan. Isten adta oda azt az országot, ahol laknak. És Isten adja meg a mindennapi kenyeret, a gyümölcsöt. Isten adja az ennivalót. És amikor a zsidó ember az első gyümölcsöket odahozta a templomba, akkor neki mindezt be kellett vallania. Hogy én egy bolyongó néptől származom.
Sok bajon mentünk keresztül. De te, Istenem, te voltál az, aki országot adtál nékünk, lakhelyet adtál nékünk, te adott nekünk a mindennapi ennivalót, és ezért szívből hálás vagyok, és ezért teljes szívvel fogok rád hallgatni. Ez volt az első gyümölcsnek a jelentése. Tehát amikor az Úr Jézus oda megy egy igazi fügefához, persze nem az övé, de oda megy, és megnézi, és nincs rajta gyümölcs, mi juthat az Úr Jézus nevében? Ha nincs gyümölcs, ha még első zsengéje sincsen a fának, akkor az mit jelent? Az azt jelenti, hogy ott baj van. Ott baj van, nem a fával van a gond, de ez a fa megmutatja a népnek a lelki állapotát. Hallottuk, hogy Mikiás könyvében a próféta folytatja, amikor azt mondja, hogy úgy jártam, mint aki nem talál gyümölcsöt, azzal folytatja, hogy leírja, hogy ő milyen országban él. Onnan lehet tudni, hogy Isten, amikor ezekről az első gyümölcsökről beszél, nem csak egy növénynek a gyümölcséről beszél. Ez csak egy példa, aki úgy jár, hogy kimegy a szőlőjébe, a megadott, a megszabott időbe, és látja, hogy nem lesz gyümölcs. Az ilyen ember mit csinál? Hát elsírja magát. Vagy ha most valaki kimegy a gyümölcsösbe, és látja, hogy megfagytak a rügyek, lehet, hogy elsírja magát. De ugye Isten azért adott nekünk teremtett világot, hogy amikor a teremtett világban, a teremtésben járunk, szembesüljünk magunkkal. Szembesüljünk azzal, hogy amikor azt látom, hogy megfagytak a rügyek a gyümölcsfán, gondolkodjak el azon, és én, az én életemben mi a helyzet? Az én szívem is olyan fagyos, hogy nem termel jó gyümölcsöt az Istennek. Persze, ezt meg kell tanulni. Ugye az ember magától nem gondol ilyenekre, de a Biblia ilyen összefüggésekre tanít bennünket. A próféta azt mondja, úgy jártam, mint aki nem talál korai fügét sem, és azonnal összekapcsolja ezt a valósággal. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Ugye erre gondolhatott az Úr Jézus a nagy héten, amikor egyszerűen éhes, és oda megy egy fához, és nincs semmi rajta. És az Úr Jézusnak eszébe juthatott, hogy egy héten belül éppen azért fogok meghalni. Mert akik tegnap még azt mondták, hogy Hozsána, péntek délután azt fogják mondani, hogy feszítsd meg. Elvesztek a becsületes emberek az országból. És csak a következő vasárnapon ki fog derülni, hogy amikor az ember a leggonoszabb, akkor is gyengébb, mint amikor az Isten fia kiszolgáltatja önmagát az emberi gonoszságnak azért, hogy ezekért, a gonosz emberekért meghaljon, és megszerezze az Isten kezéből a bűnbocsánatot és az örök életet. És el is mondja a próféta, hogy ha már elvesztek az országból a hívek, nincsenek becsületes emberek, abból baj lesz. Azt mondja a próféta
a negyedik versben, de eljön még számodra, és akkor a népéhez beszél, eljön még számodra az ítélet napja, amelyet őrállóit láttak, akkor lesz majd zűrzavar. Akkor ne higgyetek a barátnak, vagy a jó ismerősnek. És az Úr Jézus ezeket a szavakat idézi, nem a nagy héten, hanem egy picivel korábban. Az Úr Jézus idézte ezeket a szavakat, amikor a tanítványait kiküldte, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Úr Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy most zűrzavar van, most mindenkiből csak a gonoszság beszél. Most ti oda mentek az emberekhez, és hirdetni fogják az evangéliumot, hogy Isten emberé lett. És aki az Istené, aki az Istené lesz, aki visszatér a gonosz útjáról, és a sorsát az Isten kezébe teszi, abban Isten munkálkodni fog az ő lelke által. Az az ember látni fogja azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten elrejtett a számunkra, hogy azokba járjuk. Annak a szívét meg fogja változtatni a Szentlélek, hogy szeretni tudja a fele barátját és az Istent. Szeretni tudja azt, akivel éppen találkozik az utcán. És szeretni tudja a mennyi atyát, aki minden nap gondoskodik róla. Ugye ez az evangélium üzenete, és akkor hirtelen békesség lesz a földön. Akkor mindenki boldog lesz. Azt mondja az Úr Jézus, nem, akkor újfajta zűrzavar lesz. Mert az Úr Jézus ezt, hogy a lány az anyja ellen támad, a menny az anyósa ellen, arról mondta, hogy lesznek családok, ahol valaki az Istent akarja követni. Ahol valaki az Úr Jézus útján akar járni. És lesz egy új fajta vita. Mielőtt megjelenik valahol az evangélium, akkor is ember embernek farkasa. Mert mindenki rosszba sántikál. És meg mindenki a saját javát nézi. Hogy én hol és miből tudok előnyt szerezni. Akár a barátaim ellenére is. Amikor megjelenik az evangélium, akkor egy újfajta vita keletkezik. Te miért vagy ilyen becsületes? Miért nem vered át a másikat? Hát nehogy már te betartsad a szabályokat, mert akkor mi hogy nézünk ki? Nálunk nem az a szabály, hogy szeretjük a szomszédot. Nálunk nem az a szabály, hogy bocsánatot kérünk. Nálunk nem az a szabály, hogy megadjuk a másiknak, amit megígértünk. Nekünk nem az a szabály, hogy becsületes emberek vagyunk, mert a becsületes embereket átverik, a becsületes emberek nem tudnak karriert építeni, a becsületes emberek nem találnak párt maguknak. Arról beszél az Úr Jézus. Ahol elhangzik az evangélium, ott ilyen viták keletkeznek. És érdekes módon még mindig szembeszegül az egyik ember a másiknak, ilyen családban is. De ott megjelenik legalább az az egy ember, aki vállalja ezt a vitát, aki vállalja a fájdalmat, aki hagyja, hogy a többiek kicsúfolják, mert ő az Úr Jézus példáját követi. És tudja, hogy bármilyen is a látszat, a rosszat csak a jóval lehet legyőzni. Csak a szeretettel, csak a Krisztus követéssel, semmi mással. Látjátok, hogy hallottátok, hogy sírt a próféta Isten nevében azon,
hogy milyen társadalomban élt, ahol mindenki ellen fordult, ahol két ember nem tudott normálisan vitatkozni, ahol a fontos emberek elkérték az apanást, oda tartották a kezüket. Te akarsz tőlem valamit? Akkor mit adsz? Mit adsz, hogy ez megvalósuljon? És mindezekre az emberekre azt mondja a próféta, hogy ott ítélet lesz. De hozzateszi, ahol egy becsületes ember ilyen rendszerbe megjelenik, ahol ilyen társadalomban valaki vagy valakik az Isten útján kezdenek járni, nem biztos, hogy nekik egyszerűbb lesz. Nem biztos, hogy több békesség lesz az életükben. Másfajta vita alakul ki. Az ember csak egyet tud mondani ilyenkor. Amikor becsületesen az Isten útján jár, csak a társadalom olyan, amilyen. A rendszer, amiben dolgozom, olyan, amilyen. Mit tud mondani egy ember? Ezt tudja mondani. De én az Urat várom. Szabadító Istenemben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ezt mondta a próféta. Bár éheztem, és nem találtam gyümölcsöt, bár körülnéztem a társadalomban, és sok baj van, bár láttam embereket, akik az Isten útján jártak, de ők másfajta bajba kerültek, de mégiscsak tudom, hogy az Úrba lehet bízni. Mégiscsak tudom, hogy az Úr meg fogja adni a kivezető utat, hogy meg fog védeni engem, vagy meg fog erősíteni, megadja a vigasztalást. Hogyha én az Isten útján járok, akkor annak meg lesz az áldása az én életemben, a családomnak az életében, a munkahelyemen is látszódni fog, és ha valakikért felelős vagyok, ott is fog látszódni. Mert Isten elgondolása szerint fogom vezetni azokat az embereket, akik rám vannak bízva. És akkor visszatérünk a fügefához. Az Úr Jézus nem magyarázta el a tanítványainak, hogy miért átkozta el a fügefát. Mi most tudhatjuk, de ugye az Úr Jézus jó pedagógus, néha-néha nem mindent magyaráz el, ha a tanítvány kap házit. Ezen gondolkodjál el te, hogy miért mentem oda a fához, mi történt ott, miért átkoztam el, de a lényeges üzenetét az Úr Jézus mégiscsak elmondta. Amikor azt mondta, ha van hittetek, magyarul, ha Istenhez hűségesek vagytok, ha elmondjátok nem évente egyszer, amikor a templomba viszitek a gyümölcsöket, hanem minden nap úgy fölébredtek, hogy tisztában vagytok azzal, hogy minden, amin van, az Isten kegyelme és áldása. Ha minden nap úgy álltok hozzá, hogy hálás a szívem, amiért kaptam az Úrtól, és ezért az ő útján akarok járni tovább is. Ha van hitetek, akkor mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Az Úr Jézusnak volt joga akár átkot is mondani. Miért volt ehhez neki joga?
mert ő a bíró. Őt jelölte ki az Atya Isten bírónak. Az Úr Jézus, amikor köztünk járt a földön, még nem élt ezzel a hatalmával. Ugye ez az egy kivétel. Amikor az Úr Jézus egy darab fát átkoz meg, azért, hogy a tanítványok ebből valamit tanuljanak. De különben az Úr Jézus nem ítélt el senkit, bár ő lesz a bíró majd. A negatív ítéleteket az Úr Jézus majd a feltámadásunk után fogja kimondani azokról, akikről kell. De mit mond a tanítványoknak? Hogy menjetek a világba átkozni? Nem. Azt mondja, hogy ha azt mondjátok egy hegynek, magyarul, egy akadálynak, valaminek, ami útban van, hogy emelkedjél az égbe, majd kerüljél a tengerbe, akkor ez meg lesz. Magyarul, arra akarja az Úr Jézus tanítani a tanítványait, hogyha valami akadályt láttok, ami miatt te, vagy a családod, vagy a gyülekezeted, nem tudja követni az Isten útmutatását, mit kell tenni? Istenhez kell fordulni. El kell mondani neki. Uram, vannak itt dolgok, amelyek gátolnak bennünket abban, hogy téged kövessünk, hogy a te országod épüljön. És akkor Isten akár azt is megteheti, hogy csodát tesz. És az útból elkerül ez az akadály. Az is lehet, hogy Isten rámutat arra, hogy nekem kell valamit másképp csinálni. Olyan az imádság, amikor mondom azt, amit én szeretnék, az csak az első fele. Az imádságnak a másik fele az az, hogy vajon Isten mit tesz? Isten mit válaszol az én imádságomra? Lehet, hogy csodát tesz. Az is lehet, hogy kér tőlem valamit. Hogy tegyek meg valamit. Tegyek meg egy kis lépést, hogy Isten ezt megállthassa. És valami nagy következménye lehet az én tettemnek, amiről én is tudom, hogy ezt nem én tettem meg. Csak egyszerűen hallgattam az Úrra, engedelmes gyermeke voltam, és hozzátettem azt, amit ő kért, hogy ő megtehesse azt, amire ő készül. Erre az útra mutat rá az Úr Jézus ebben a szakaszban. Úgy látod, hogy baj van a társadalomban? Úgy látod, hogy gyenge az egyház? Úgy látod, hogy nem mindenhol szól az Isten igéje, ahol jó volna, ha szólna? Mit csinálj? Ne emberekbe bízz rá. Istenhez forduljál. Mondd el neki is. És kérd el tőle, hogy az egészben nekem mi a felelősségem, nekem mi a dolgom, nekem mit kell másképp tennem, hogy ne féljek a gonosztól, ne bízzak emberekben, hanem Isten engedelmes és szeretetteljes gyerekeként a mindennapi életben tegyen meg azt,
amit az Úr Jézus előkészített számomra, amire a Szentlélek felhívja a figyelmemet, ami abból fakadt, hogy szeretem azt, akit éppen látok, szeretem azt, akivel éppen beszélek. Igyekszem szeretni azt, akivel találkozom, miközben szeretem az Istent. Teljes szívemmel, teljes erőmmel, teljes elmémmel, mindenemmel. Mert én az Urat várom. A szabadító Istenemben reménykedem. És biztos vagyok benne, meg is fog hallgatni Istenem. Valósulhasson meg ez az életünkben, a mai napon, holnap is, és minden napon, amíg szemtől szembe nem találkozunk a feltámadott Úr Jézusunkkal, a feltámadásunk után, és hallhassuk az ő szavát, hogy hűséges szolgám voltál, most már gyere, gyere abba az országba, ami a mennyi édes atyánké, és ahol neked előkészítettem a helyedet. Ez a mi keresztény reménységünk. Amen.